Sajnos egy futamon kiestünk, egy futamon nem tudtunk elindulni, így hátra csúsztunk a kategóriánkba, de hát most van még kettő hátra, két verseny, most megpróbálunk ezen egy kicsit szépíteni még. Maga a szezon, én azt gondolom, hogy a negyedik helyre van még esély, reálisan, matematikailag lehet, hogy kicsit többre is, mint a harmadikra, még nem számoltuk át, nem szoktam ezeket számolgatni, van még két verseny, próbálok a versenyre koncentrálni. Hát ezen a versenyen nem tudom, jó lenne a dobogót elcsípni, de nehéz verseny lesz. Autó elég jó, tegnap teszteltünk, délután este felé jó volt, de tegnap jó idő volt, élmény volt menni a tesztem. Múlt héten is teszteltem, tehát azt gondolom, hogy technikailag fel vagyunk készülve teljesen, már csak nekem kell jó szerepelni. Tudom nagyon jó, hogy mondhatom, hogy a világ legprofibb privát csapatával versenyzünk. Itt ez tényleg olyan ritka a technikai hiba, mint a fehér holló, tehát egyáltalán nem számolunk azzal, hogy technikai hibánk lenne, hiszen ez tényleg egy skodálatos autó. Ilyenkor félre kell tenni azt, hogy mi az eredmény. Ilyenkor én legalábbis mindig az adott feladatra koncentrálok, és kizárom ezeket a tényezőket, mind a technikait, mind éppen a bajnokság állását, és tényleg csak arra, hogy itt éppen ezeket a pályákat hogyan tudjuk feldolgozni, és utána a lehetőségekhez képest, időjáráshoz képest tudjunk gyorsan autózni rajta. De a legnehezebb, amit te is az imént említettél, az időjárás, a változékony időjárás, az, hogy itt a service parkban fölnézel az égre, fölnézünk, és azt mondjuk itt kell döntést hozni, és kimenni egy gyorsági szakaszra, ahol lehet, hogy még a fák alatt nedves az út. Illetve nagyon nehéz abroncsot választani, mondjuk három gyorságira, hiszen egy körben nekünk három gyorságit kell teljesíteni ezen a két versenynapon. Három gyorsági van összefűzve, és így ez elég nehéz. Van, amelyikre inkább a vizes abroncs lenne jó, valahova a száraz lenne jó, úgyhogy nézegetjük, kémleljük az eget, kérjük a helyi pogányi repülőt és időjárás jelentőinek a segítségét, hogy hogyan készüljünk, mint készüljünk. Alapvetően abroncsa, ami jól állunk, a választásban kell okosan és jól döntenünk. Húnak kedvenc pályája a meccsek, nekem is, de azt hiszem a mezőben vagyunk meg egy pár, akik jó eredményeket szoktak itt szállítani. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy komoly meccs lesz itt. Én nem félek az esőtől, én azt remélem, hogy kiszámíthatóak lesznek a körülmények, tehát ha esik, akkor essen rendesen, ha száraz, akkor meg inkább legyen száraz. Igazából ez a gumiválasztás miatt egy picit kritikus mindig. Tavaly ugyan meg tudtuk úgyis nyerni a versenyt, hogy az utolsó gyorságin slickkel mentünk és szakadt az eső. Én azt gondolom, hogy felkészültek vagyunk, tudjuk a pályákat, szeretjük ezeket a pályákat, úgyhogy nagyon várom már, hogy elinduljon az a kis Peugeot itt mögöttem. A szezon az nekünk nagyon rosszul sikerült eddig. Az első versenyen én azt gondolom, hogy opciónk lett volna az első-második helyre, ott én hibáztam egyet, becsúsztunk egy árokba, és olyan szerencsétlenül érkeztünk, hogy a kocsi alján egy lemez visszahajlott, és azt meg kellett csináljuk az útszélén. Tehát az a versenyünk elment. A második versenyen motor problémánk volt, már az új autóval gyenge volt. A harmadikon pedig Veszprémben valahogy én nem találtam be azt a ritmust, amit szerettem volna. Ilyet a Fehérváron én nem találtam azt a ritmust, amit szerettem volna, de harmadikok tudtunk lenni. Aztán jött a Kassa, ahol fölrobbant a motorunk, úgyhogy nagyon remélem, hogy most ezen az aszfalton, ezzel a kocsival itt már ütőképesen fogunk tudni menni. Nem tudom, mi a reális, nem számolgattam, hetedikek vagyunk a bajnokságban. Én azt gondolom, hogy a felkészültségünket, tudásunkat nézve ez nem reális, de hát ez egy technikai sport, úgyhogy ez sajnos benne van, én is hibáztam egyet. Úgyhogy azt gondolom, hogy mi egy tesztprogramban félig meddig veszünk részt, hiszen ez az autó ez idén készült el, idén új, megvannak még a gyermekbetegségei, de nagyon remélem, hogy előre fogunk tudni kerülni a bajnokság állásában. Most
mondhatom, hogy nagyon izgatott vagyok, már rég voltam ilyen izgatott, mert még van 2-3 megoldandó dolog itt a szervizparkban, még el nem kezdődik a verseny, és ugye hát nem mentem még egy métert se az autóval, úgyhogy a Fogányi reptéren lesznek az első méterek. Ez meg ugye most egy új autóval megyünk, és hát ez miatt meg még fokozottabb az izgalom most bennem. A jövőre lesz 20 év, hogy versenyzem, tehát egy jó párszor koptattam már itt az aszfaltot 1995 óta, és mindig imádtam ezt a versenyt, nagyon jó tempós, gyors pályák, nagyon jó az egész verseny illata, úgyhogy nagyon közel áll hozzám. Én azt gondolom, hogy ha mai napon nem is tudok olyan kellőképpen gyorsan menni, de holnapra már biztos, hogy magamra találok. Eldöntöttem, hogy jövőre mindenféleképpen versenyzem. Ez azért nagyon fontos, mert próbálunk mindent úgy alakítani, mind az üzletbe, mind az életbe, mind a fizikai és a szellemi felkészülésbe. Már most próbáljuk úgy alakítani, hogy ennek megfelelő legyen mindent alárendelve. Úgyhogy nagyon várom, és amelyik autóval most fogok menni, vélhetőleg ebben fogok jövőre, úgyhogy sokat fogok tesztelni január után. Tegnap teszteltünk, kipróbáltuk az autót az új váltóval. Hát sajnos nem úgy sikerült, hogy gondoltuk, mert a teszt végén az egyik fogaskerék megadta magát, a kettes sebességi fokozat, plusz a nyerestenge eltört az autóba. Tanácskoztunk Robival, a szerelőkkel, és úgy döntöttünk, hogy ki kell hagynunk ezt a versenyt, mert nem tudunk azzal a biztonsággal végigmenni és tempóval, amivel szeretnénk. És akkor így azért még nem volt példa, hogy ne tudjunk elindulni. Arra természetesen volt már példa, hogy a futam közben hibásodott meg az autó, de hát ez technikai sportok lévén szó, ez mindig benne van a pakliba. Hát azért egy kicsit most megviselne, főleg, hogy hazai pálya, nagyon készültünk, nagyon jó ismerjük a pályákat, nagyon adott minden, de az a baj, hogy ez egy olyan dolog, hogy nem tökéletes a váltó, tehát nem tudunk tökéletesen kapcsolni vele, tehát nem érdemes kockáztatni mind a mi épségünket, mind az autóét. Készülünk teljes erőbedobással, muszáj, mert a bajnokságban elég jó helyen állunk, és úgy gondolom, hogy most minuszoltuk ezt a versenyt, így ott mindenképp nagyon jó kell szerepelnünk, hogy évvégén azért benne legyünk az első kettőbe. Tervezünk előrelépést, tervezünk egy másik autót, tehát ez egy kicsit régebbi konstrukció, de nagyon hű kis autó, de váltanunk kell ahhoz, hogy biztonsággal tudjunk autózni.